Sziasztok! A mai videóban elmentem vásárolni a Sam's Club-ba. Ez egy nagy kertbolt, úgyhogy nagyobb méretű dolgokat lehet venni. Kicsit drágább ér, mint a normális boltokba. Aztán elmentem egy mexikói boltba is. És ez a videó arról lesz, hogy kicsit drágább ér, mint a normális boltokba. Aztán elmentem egy mexikói boltba is. Szóval ez a videó arra lesz, hogy mit vettem nagy kertbe $170, ami forintba, meg is mondom, mennyi az forintba. Elnézést kérek, hogy így nézek ki, éppen próbálom kitisztítani a bőröm, úgyhogy nincs rajtam semmi smink, és szerintem elég jól tisztul ki. $170. 51.840 forint, szóval 52.000 forintért, mit lehet a nagy kertbe venni, és aztán kisebb dolgokat vettem a mexikói boltba, de azok nem olyan nagyok, azok elég olcsó volt. Kezdjük is a videó! És akarom tudni, hogy mit gondoltak, hogy drága voltak ezek a húsok, vagy valamelyik termékek, vagy megéri azért az árért, ami az ára volt. Mert elég nagy volt például a csirkecombok, a rendes boltba ennek a fele kb. Ugyanannyiba kerül, úgyhogy szerintem így nagy kertben sokkal jobban megéri, és én ezeket levágtam, a bordát nem vágtam le, lesz benne ilyen bordák, ami már le van vágva, őket beteszem egy kis ilyen zacskóba, ilyen ziplokba, és lefagyasztom, úgyhogy nem fogom ezeket megenni el egyszerre. Kb. Ilyen 3-4 csirkecomb felső részt teszek egy zacskóba, és azt általában két emberre szoktam főzni, úgyhogy kettő ilyen kis comb egy emberre. Ja. Na mindegy, nézzük a videót, és írd meg, hogy szerinted megérte ezt a pénzt minden, amit vettem. Ebédre csinálok egy ilyen japán curry. Ez kicsit csípős, nincs benne hús, csak ilyen zöldségek. A rizs és a hús. Utána hozzádobom ezt a szószt. Így néz ki a képen. Készen is van. Nagyon forró, de viszont nagyon finom. Csináltam a csirke, és csirkére dobtam. Jó étvágyat! Itt nap mellett már is jobban néz ki. Isteni finom, nem csípős egyáltalán, úgyhogy legközelebb egy kicsit csípősebb szósz választok. Tere kimász! Vettem egy ilyen mexikói ízesítő, ami mindenki mondja, hogy nagyon jó. Csípős só és ilyen lime van benne. Ő volt $2 valamennyi. Cherries. Mi ez? Cseresznyi. Egy dinnye, whisky, petrezselyem, azt hiszem, ez petrezselyem, egy pár darab van itt. Aztán azt hiszem, ez volt 4 csokor retek, valami $1-ért. Szóval ebből van ilyen 4 csokor, vagy 3 csokor $1-ért, és csak 60 itt. Paradicsom, és egy olcsó volt. Sárga barack, ilyen szép sárga barack, zöld hagyma, és még rajta vannak a végei, 2 darab zöld hagyma. Vettem 1 darab citrom, mert most ebben a boltban nem volt olcsó, a másik boltban olcsóbb, úgyhogy csak egyet vettem. Vettünk 3 darab körtét, mango, általában mangók itt soha nem érettek, de ez ilyen elég puha, és ebből vettem 4 darab. Aztán avokádó. Ez volt 4 darab avokádó, $1, úgyhogy vettem 8-at. És itt van K-lime. Ez olyan K-lime, ez ilyen nagyon apró. Whisky, mondtam. Ez ilyen nagyon apró lime. Szóval van sima lime, és ez a K-lime, hogy ez ilyen kis apró. Inkább ilyen 2 cent is. Look, whisky. Nem szereti citromot, utálja. Mindent megeszik, csak nem ez.
Aztán vettünk még ilyen másféle körtét is. Ebből még hármat. És a többi dolog megy az én lakásba. Ez is az enyémre, ide hoztuk. Ez egy újdonság. Ez egy ilyen whole egg liquid, hogy ez a tojás, ami már szét van bontva, és mehet így főzésre. Szóval ezt ki akarom próbálni. Aztán elemek! Ez volt 20 dollár, de ez azt mondja, hogy 10 évig jó. Vettem egy nagy liszt. Ilyen all purpose. Ez 5.44 kilo, 12 pound. Aztán, nézzétek ezt, ebből vettem kettőt, 5.22, ez a disznóhús, és elég vastag. Vettem kettőt, itt a második, aztán, ez volt 9.20, ez már levágott, leszeletelt, bordák. Pork. Bone-in country style ribs. Pork az a disznó. Disznó bordák már levágva. 5-10 dollár. Nagyon olcsó. Ahhoz képest, hogy mennyi van benne. 7 pound. Ha ez... Itt van. 12 pound, majdnem 6 kiló. 5,5 kiló 12 pound, akkor ott a matek. Valaki csinálja meg a matekot. Szomszédom kutyája. Aztán még ribs. Ez már másik. Ez már olyan bordák. Ebben van két borda. Ez volt 20 dollár, és ebben van majdnem 9 pound. Bordák. Ez két darab. Két darab csík a borda. Disznóborda, itt nagy grillezésre. Aztán csirkemell. Itt van 1, 2, 4, 6, 8, 9 darab. Csirke, csont nélkül. Fresh, no artificial ingredients, no added hormones or steroids. Amerikába csinálták, hogy nincs benne se hormon, se steroids. Ez in all natural. Ez volt 11.63. Aztán 12 dollár 12 cent ér. Vettünk ilyen sok csirkecomb. Itt van három sor. Ebbe sincs antibiotikum, a hormonok. Ez van mondjuk 1, 2, 3, 4, 5. 22 számoltam meg. 22 darab csirkecomb, a felső rész, 12 dollár. És itt van még egy ugyanaz, mint ez. Én fogok ilyen ziplock zacskóba tenni, külön-külön, és lefagyasztani. Ez volt 12.83. Aztán itt van lime. Ez volt 3 pound, 99 cent. 3 pound ilyenekből, és ez már nagyobb, mint a K-lime. Szóval ez ilyen kicsike. Most már értem, hogy a K-Lime Pie miért olyan drágák, mert ilyen apró a ilyen apró ahhoz képest. Ez képest ilyen apró az a K-Lime. Szóval ez volt 3 pound, 99 cent. Aztán itt van még rizs, az ilyen jasmine rizs. Tájföldi. Ez 8 pound, 3 kicsit több, mint 3,5 kiló. Barna cukor. Oh my god! Ez 7 pound. Tudod, hogy ez nagy ker ár? 3 kiló. Ez nagy ker ár. Ez is ez. Garlic. Kokhagyma. Ez már le van préselve. És ezeket akarok lepő. Oh. Ez már le van tisztítva. Ebből akarok csinálni szósz, és előre ledarálni. Ez Amerikában nőtt, és ő 3 pound, majdnem 1,5 kiló. Ő volt 8 dollár, 90-valahány cent. Aztán itt van még tojás, 60 darab, és
Vettem még reggelire ilyen tojásokat, mert csak ezt eszem. Reggelire, ez a narancsága. Happy Eggs. Oké, ennyi volt. Szóval itt az első számla, szemszkalap, innen vannak a húsok. $140, 22 cent. Szóval 17 dolgot 140-ért, aztán a másik bolt, ez szuper, ez a mexikai bolt, innen van az avokádó, a citrom, a körte, a retek, meg a zöldek, és ez azokért fizettem 35-37 cent, és adó volt nulla. Szóval 170-170 dollárért ezek vettem. Ha jutottál ideig, akkor azt jelenti, hogy végignézted a videót, remélem tetszett, ha igen, tudod, ott lenni, mit kell csinálni. És van fent új videó minden hétfő, szerda és pénteken. Ja, mit gondoltok erről? Remélem tetszett a videó, vagyis érdekes volt, ha igen, szeretnél még ilyen bolti árakat látni, kíváncsi lennél rá, akkor... írd lent, és hogy mit szeretnél pontosan látni.